Több centis hó a szőlőtőkéken és a gyümölcsfákon. Fagyos légtömeg zúdult be hazánkba hétvégén. Ez körülbelül 15 fokos lehűlést hozott magával. Az enyhe tél és a március végén váratlanul jött télies idő a szőlőtőkékre és a gyümölcsösökre is hatással van. A borászok és pincészetek tulajdonosai szerint azonban a szőlőkre még nincs akkora hatással a hirtelen jött, nem várt télies időjárás. Kellemes meglepetés volt szerintem minden borász kollégámnak ma reggel, amikor felébredt, hogy 20 centi hó van a borvidéken. Mi még tegnap kötöztük a szőlőt Porkolávölgybe, éppen egy kékfrankost, ahol a hajtások már úgy megduzzadtak, kicsit ilyen barkások a rügyek, elindult a léfolyás, tehát most a szőlő azért még nyugalmi állapotban valamilyen szinten, hogyha nem lesz komoly mínusz, akkor a szőlő ezeket túléli, főleg itt fönn a hegyvidéken. A fagyok miatt leginkább a sárga barack és mandulafák kerülnek veszélybe, melyek már sok helyet virágoztak. A fagykárok kivédésére azonban hatékony, végleges módszer nem létezik, mondta Tamási Balázs, agrárszakértő. A fagyvédelmi permetezés, a füstölés vagy a parafingyertyás védekezés pár perces, ideiglenes megoldás csupán. A nagyobb gond a beporzás elmaradásával, a gyümölcsfák virágainak lefagyásával van. Pár éve volt, hogy virágzásba kapta el a repcét egy ilyen kései hó, és akkor is nagyon jó termésük volt, tehát nem okozott gondot. A másik, ami gond, így visszatérve a gyümölcsfákra, hogy a gyümölcsfák beporzásához kellenének a méhek, és hát azért most a hóesésben meg a hidegben nem mozognak a méhek se, tehát ez még fokozza a problémát, hogy ami esetleg nem fagyott el, ott se lesz kellő terméskötődés valószínűleg. A fagy miatti esetlegesen fellépő terméskiesést azonban még nem lehet megbecsülni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismertette, hogy a hét második felétől felmelegedésre van kilátás, így zavartalanul folytatódhatnak a szántóföldeken az idén a szokásosnál korábban megindult tavaszi munkák.